Hát azt hiszem ez az a díj, ez az az elismerés, amit már lényegében előre odaadhatnánk neked, hiszen a rajongóid nem hagyják egyszerűen, hogy más kapja meg. Gondolom ez talán még nagyobb élmény, mint harmadszorra átvenni ezt a díjat. Iszonyatosan jó élmény, és a színpadon is elmondtam, hogy nagyon megtisztelő az, hogy ilyen népes és ilyen erős sportolók közül én lehetek a legnépszerűbb, és nagyon sikeres volt az idei év, de azt gondolom, hogy ez volt a cseresznye a tetején azt, hogy érzem, hogy ennyien szorítanak, ennyien támogatnak, és ennyi emberrel megoszthatom azt a rengeteg sikert. Ha visszagondolsz a 2013-as évre, hogy hamarosan már átváltunk 2014-be, akkor mit látsz magad mögött, mi történt idén veled? Pályafutásom legsikeresebb évét szakmai szemmel. Szinte minden célkitűzést teljesíteni tudtunk. Azt is tudtuk, hogy nem lesz egy egyszerű év. Ugye a Hondára váltás, ez rengeteg kihívást tartogatott. A szezon első harmada az nem volt egyszerű, ugyanakkor nagyon büszke vagyok magamra és a csapatra is, hogy abból a gödörből, amiben vitathatatlanul voltunk, ugye a hungaroringi forduló előttig, abból önerőből sikerült kimásznunk, és nem csak, hogy hétszer álltam dobogón a 12 verseny hétvégén, hanem összejött a világbajnoki futamgyőzelem Suzukában. Ez mind olyan eredmény, amire úgy érzem, hogy építeni lehet a 2014-es évet tekintetében, és természetesen jövőre az a célom, hogy egy eredményesebb évet zárjak majd, mint az idei volt. És hogy évvégén újra ugyanitt álljál, ugyanezzel a díjjal? Hát én tavaly meg idén sem mertem remélni, hogy meg tudom ismételni a megelőző évek sikereit. Mint mondtam, nagyon megtisztelő és nagyon jó érzés, de az tényleg nagyon álomszerű lenne, hogyha negyedszerre egymás után kimehetnék a színpadra, és ilyen lehetnék Magyarország legnépszerű sportolója. Nagyon szeretném, hogyha ez összejönne, de nagyon erős a mezőny, úgyhogy össze kell szednem magam ismét.